Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Warcraft 3 Reforged végigjátszás sorozatom 19. részében. Én Peti vagyok, és folytatjuk az élőhalott hadjárat 5. térképével, azt hiszem. Az előzőhöz nagyon nem tudok mit hozzáfűzni. Ezek a pontszámok. Hát az van, hogy konkrétan a negyedik térkép az gyengébb volt nehézségben, mint a harmadik. Úgyhogy nem tudom, hogy mire lehet számítani. Tudom, hogy tehát nem kell attól elájulni, hogy ezt így simán meg tudom csinálni, mert nem azért tudom simán megcsinálni, mert én annyira jó lennék a stratégiai játékokban, hanem egész egyszerűen azért, mert a nehézségi szint, ez a normál, ez nem kielégítő. Viszont hardra meg nem merem beállítani, mert akkor meg lehet, hogy rám szakad az ég, olyan nehéz lesz. Szóval mindegy, folytassuk az 5. térképpel. Közben ellenőrzöm. Jó, mondjuk ilyenkor nagyon nem tudom, mert befagy. De reméljük, hogy a kameraképpel ebben a részben sem lesz semmi baj. Silver Moon eleste. Tehát akkor itt már megérkezünk a High Elf, vagy a Magas Elf, vagy a Nemes Elf, vagy nem is tudom, hogy fordították fővároshoz. És nekünk egyébként az a Samwell Grove, az a napkút a célunk tulajdonképpen. A napkút tisztás, azt hiszem a Grove az tisztást jelent. Ugyanis ott lesz az a mágiában gazdag hely, ahol keltuzedott életre tudjuk kelteni. Tehát ezért kellett lerohannunk az elfeket. Zulaman egyébként, ott a térkép jobb alsó szélén, az pedig egy troll település. Erdei troll település, hát... Település, hát inkább most már romok szerintem, de igen. Na, nézzük. Kamerakép megy. Na, ő is megjelent. Végre. So far, but the true test still lies before you. I was wondering when you'd show up. I am here to ensure that you do your job, little human. Not to do it for you. I will reach the Sunwell on my own, Dreadlord. Be warned. It is a pool of mystical energy from which the elves draw their immortal powers. They will not give it up easily. Hát a Samwell se így nézett ki az eredeti játékba. És itt egy... Do you think he suspects that you've been aiding me, Necromancer? I'm sure he suspects quite a bit. It is his nature to assume the worst. Now steel yourself. The hour of my rebirth draws near. Oké. Okay. Arthas itt már elég ellenségesen viselkedik egyébként a Tychondriusszal. Jó, itt már lehet sötét erődünk, azt hiszem úgy fordítjuk, viszont itt nincsenek dolgok kikutatva, úgyhogy ami olyan, azt ki kell kutatni sajnos. Pókoknak növelném a támadását elsősorban mindenképpen. Hányan? Hárman vágnak fát, az teljesen jó. Did you forget about us, you wretches? Aha. She is persistent. Reminds me of you, Death Knight. Shut up, you damn ghost. Frostborn hungers. What is it now? Lord Arthas, the elf woman will likely attempt to summon reinforcements. Then watch for her runners. None of them must get through. No, nézzük meg a fő feladatokat, aztán majd szép sorba elmondok mindent. Sunwell or bust. Breach the city walls, hát törjük be a város kapuit, és érjük el a napkutat.
Vannak Silver Moon-ba követek, amiket Sylvanas küld, mert egyelőre Silver Moon az konkrétan még nem támad ránk, hiszen nem tudják, hogy itt vagyunk, de hogyha egyetlen követe is beér a városba Sylvanasnak, akkor ők is riadóztatva lesznek, és akkor bizony nagy bajban leszünk. Így van, tehát meg kell akadályoznunk, hogy bármely követ elérje Silver Moon-t, illetve annak érdekében, hogy ne legyen olyan nehéz dolgunk, az elején még el kell kerülnünk Silver Moon megtámadását, kifejezetten arra kell koncentrálnunk, hogy Sylvan ezt elintézzük. Research complete. Jó, itt már megvan a hálózás. Research complete. Nekem, ja de itt helyezkedett el talán a bázis az eredeti térképen is. Csak kicsit azt hittem, hogy átrendezésre került amúgy, mert... Jó, ezt újítsuk fel. Itt van Sylvanas bázisa. És most küldte el az első követet. És akkor most történik valami. Kamerakép még jó. Hoppá, csak hogy már nekünk is van. És akkor ő a követ. Most már nekünk is vannak repülő egységeink, méghozzá ezek a vízköpők, amik tudnak olyat, hogy átváltanak kő alakba, és olyankor sokkal gyorsabban regenerálódnak, meg sokkal több az armorjuk. Én ezt meg is csinálom, hogy ameddig 3,5 perc múlva indítják a következőt, addig ezek legyenek kőformában, mert akkor nem csak tangolnak el, hanem talán valami ellenfelet látnak az úton, meg ilyenek. Tehát nekik most az lesz az egyetlen feladatuk, hogy a követek semmiképpen ne jussanak el Silver Moon-ba. Aha. Gyorsan, gyorsan. A jégesőt azt azért kerüljük ki, amennyire tudjuk. Jó. Oké. Okay. Jó, jöjjenek dögevők is. Persze itt azért fejleszteni kéne tovább a fejleszteni valókat, a kutatni valókat. Ilyenünk nincs még. Vagy van, csak nem látom. Nem, nincs. Aha, itt most annyi baj van, hogy itt azonnal át is léptünk lóképbe, viszont... Viszont Sylvan ezt szeretném megtámadni, minél hamarabb. Jó, téged gyakjunk le. Nehogy te itt később galibát okoz nekünk. Kamerakép még megy. Na, ez mondjuk hasznos lesz. Hoppá! Aha, és akkor őt nem is lehet csak olyan egyszerűen megölni most, hanem ő ilyenkor elbújik, és ennyi. És akkor el van bújva. Tehát azért ez mondjuk az eredeti játékban nem így volt. Ez az eredeti játékban közel se így volt, tehát... Jó, kellenek azok a csontvázak. Szétnézünk, hogy jó, itt volt a gólem, azt hiszem, igen. Jó, majd jöhetnek ezek a fejlesztések is. És akkor ezek a fejlesztések is fontosak. Aha, itt már lesznek új fejlesztések a kriptába.
Mivel most már elérhető a Black Citadel, a sötét erőd, vagy sötét kastély, vagy nem is tudom, hogy hogy fordították. Itt is vannak trollok. Aha. Mindjárt indul a következő követ. Potion of Greater Mana. Frostmourne hungers. Lord Arthas, Sylvanas has sent a runner to Silvermoon. Merre küldi? Merre megy? Aha, most másik irányt választottak. Hoppá, közben itt is esemény van. Hol van ez a követ? Hajón megy. Na, ilyen nem volt az eredeti játékban, hogy hajón ment volna. Hova kellene leszállni? Aha, csak hogy túlélte. Jó, oké. Van megint 3,5 percünk. Vissza leszállunk ide és kővédelmedünk. Na, hát itt már jobban kell figyelni. Azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk ez egy érdekes húzás a készítők részéről, hogy ilyen az eredeti játékban, hogy hajó ment volna bármerre, és ilyen nem volt. Last. The restless dead await. You'll regret ever entering my forests. Nem árt, tényleg. The restless dead await. Where shall my blood conceal? What does the shadow will? This research complete. Jó, talán megleszünk. Így. Jó, nem sikerült neki. Hoppá, Arthas level 6-os lett, és a holtak felélesztését fogom neki megtanítani. My life for Nazul. Így. Na, van Black Citadelünk, ami azt jelenti, hogy most már elérhető a vízköpő a kriptában, valamint a gúloknak ez a, illetve a dögevőknek ez a, ez a dühöngés, vagy nem is tudom, hogy hogy kéne ezt fordítani. Summon more ziggurats. Hát igen, azért az építkezést se kellene elhanyagolni. Így. Hova kellene még torony? Ahol jól jönne. Ide. Na. Még maximum szerintem egy követet fog tudni elküldeni, mert utána rárontok. Na, és akkor ők itt vannak kővédelmedve, és várják a megfelelő pillanatot. Ez nem sok mindenki maradt itthon. Mindegy, mert máshonnan nem csak innen jönnek. Viszont elég gyakran jönnek. This is more like it.
Jó. Akkor most már ne kíméljük őket, én azt mondom, vagy legalábbis próbáljuk meg nem kímélni őket. Jó, mondjuk ez nem valami jó. Hol megy a követ? Megint hajóval próbálkozik, úgy látom. Így van, és ez a holtak felélesztése. Ja, Arthaszt azért nem féltem, mert nála van ez a potion. Tehát, hogyha nagyon olyan van, akkor úgyis beadom neki. Ez már mondjuk az, hogyha Sylvanas is megjelenik, az sokkal nagyobb probléma. De nem építettem egy tornyot amúgy. Na, oké, a követ az elintézve. Hol volt? Itt volt ez a hely, ahol le lehet nekünk szállni. Arthas már eléggé nem bírja. Ne, ne menj bele! Azért akárhogy is ez még mindig offenzíva. Jó. Kamerakép még megy, csak most azért ellenőriztem, mert hallottam, hogy a gépem igen hangos. Hogy ugyan mitől? Jó, Arthaszt egy kicsit. Jó lesz ez. Király. Aha, és akkor itt már van is utánpótlás, hogyha arról van szó. Jó, itt minden oké. Csak mondjuk néhány pók jöhetne, mert nagyon nincs itthon senki. Így. Ide szerintem én akartam építeni egy tornyot, csak valamilyen nem épült meg. Vagy lerombolták támadás közben, csak nem vettem észre. Jó, Arthas regenerálódik, nem kellett elhasználni ezt a potiont, ami egyébként sérthetetlenné teszi bizonyos időre. Úgyhogy ez tök jó. Kíváncsi vagyok, hogyha magát a kastélyt lerombolom, akkor még akarnak-e követet küldeni, vagy... Vagy így ennyi volt. Nem, ennyi volt. Tehát a kastélyból küldték őket akkor. Így van, kész. The restless dead await. Speak, fool. Aha, de Sylvanas azért ő még itt kellemetlenkedik ugyanúgy közben, tehát... Jó, szerencsére... Szerencsére azért az van, hogy... Medallion of Courage.
Jó, ez egy agility-t ad, az még annyira nem sok. Viszont, hogyha ezt felveszem, akkor Strength, Intellect plusz 5. Tehát inkább ezt választom. De egyébként, hogyha ezt a potion-t elhasználom, majd akkor lehet, hogy visszajövök ezért. Kamerakép még megy. Jó. This better be good. Jó, ők itt vágják a fát, nagyon nem tudják őket földi egységekkel megtámadni. Jó, őket is elsőre lerohantuk, tehát azért annyira nem veszélyes a játék, azt kell, hogy mondjam. Eddig. Tehát ők már itt nekünk nem fognak bajt okozni. Sylvanas-szal nem tudom, hogy mi van, hogy az ő faluja az megint egy másik történés lesz vajon, vagy? Vagy hogy lesz, nem tudom még. Jó, hát minden fejlesztés, ami eddig rendelkezésünkre áll, az megvan. What does the shadow will? The dead shall serve. A vízköpőket is most már igazság szerint majd haza lehet onnan rendelni, mert most már nem tud ki. Nem tudnak követet küldeni. Gyakorlatilag. Jó, mondjuk itt legalább annyi van, hogy azért már Sylvanas folyamatosan zaklat minket, tehát így van, csak beszélni kell róla. Csak beszélni kell róla, és konkrétan megjelenik. Lehet, hogy annak a toronynak már annyi. Na, most. Jó, kamerakép megy még közben. Jó, mondjuk az jó, hogy még mindig van aranyunk. Meg most már ezt is be tudjuk foglalni, hogyha arról van szó. Nem tudom, hogyha ezeket a falusiakat megtámadom, amúgy akkor mi van. Itt mi van ennél a kútnál vajon? Hoppá! Healing Stone. Ez mi? At last. This is more like it. Frostmourne hungers. Ja, ez. Finally. Jó, nem baj ez, hogy... What is it now?
És tényleg nem tudom, hogyha ezeket megtámadom, akkor mi van, nem szeretném még amúgy. Hanem azt mondom, hogy eljövök haza. És mondjuk beállok egyelőre ide. Jó, az a baj, hogy elég hülye irányt választanak sajnos. Talán a vízköpőkkel fogom felderíteni a terepet. Frostmourne hungers. At last. Jól van. Így van, talán ti lesztek azok, akik... Talán, hogyha még ezeket meglátják, akkor nem... Jó, hát azok sima mobok. Pillanat türelmet kérek mindenkitől. Na, vissza is tértem. Itt időközben már egy kicsit elkezdett sötétedni, úgyhogy felkapcsoltam ott a kis bevilágító lámpámat a háttérbe. Remélem, hogy nagyjából jók a fényviszonyok. Folytassuk. Most én itt éppen felderítést végeztem, hogyha minden jól rémlik. Hogy merre lehetne még offenzívát megkezdeni, vagy valami. Tehát, hogy Sylvanasnak a bázisa vajon hol lehet? Mert én feltételezem, hogy neki is van valami bázisa, gondolom én. Senkit nem támadunk meg, az nagyon fontos, mert lehet, hogyha egy sima falusit, vagy falusi épület... Jó, hát őt már elvesztettük. Semmi baj. Jó. Na, bocsánat, csak nincs itthon az apja, hogy a keresztfia meg egész nap nem hagy békén. De, hát jó. Fogjátok úgy is látni a vágást a videóba. Emiatt van. Az a lényeg. Hogy mindig szeretne valamit. Vagy enni, vagy inni. Vagy mindig van valami. Amiben segítenem kell neki. Úgyhogy ez ilyen sajnos. Hogyha arra várok, hogy minden optimális legyen, akkor soha nem lesz videó a csatornán. Úgyhogy így van. És most érkeztünk el oda, hogy hamarosan kifogynak a bányáink. Illetve a bányánk. Itt vannak a vízköpők, folytassuk a felderítést, meg szeretném találni Sylvanasnak a bázisát. Mondjuk jó, ebben lehet, hogy nem is úgy van, mint az eredeti játékban, akkor meg hiába keresem. Jó, ők ilyen semleges egységek, tehát nem lehet őket csak úgy... Na, ezeket elintézem. Ezzel is haladjon a dolog, elintézem ezeket. Na, túl sok irányból kell védenem amúgy a bázisomat, ez a bajom nekem. No one orders me around. I'll make sure you suffer. Nem lesz jó, mert nem fogok hozzájuk beférni rendesen. Your pain shall be legendary. Frostborn hungers. Scroll of the Beast. Faithless coward. Ilyen mobokat se szeretek a hátamba hagyni, mert hogyha egyszer mitten favágó dögevők eljutnak idáig, vagy valami, akkor ne ütközzenek már ilyen kis ellenállásokba. Tehát azért jobb az, hogyha az ilyen kisebb ellenállásokat is felszámoljuk. Úgy látszik, hogy nagyobb tenger van, vagy egy szélesebb folyó, vagy valami.
Aha, szerintem ez a híd vezethet Silvermoonba, vagy nem tudom. Csak akkor viszont azt nem tudom, hogy hol lehet Sylvanasnak a bázisa. Our gold mine has collapsed. És most már össze is romlott az aranybányánk. Tehát, hogy vajon átmerjek kelni ezen a hídon? Szép virágos mezők. Szerintem ez nem ilyen volt az eredeti játékban. Aha, itt vannak Silvermoon falai. Tornyot az gyorsan újítsuk fel, ha még odaérek. Aha, de ő elbújik, tehát nagyon nem tudok vele mit kezdeni, az a baj. Tehát, hogy nem tudom, hogy mikor és hol lesz az a rész, amire én számítok. Tehát lehet, hogy meg kell támadnom Silvermoont először. Mert most kicsit kétségbe jök esve egyébként, hogy mit csináljak. Így van, itt van ez a hatalmas kapu, ez a városnak a kapuja. Jó, talán még nem láttak meg. Hát nem tudom, hogy ha Szilván ezt a hátamba hagyom, akkor lehet egyébként, hogy nehezebb dolgom lesz, mint a sima Warcraft 3-ba. Tehát pont az ilyenekért nem mertem nehézségi szintet feljebb venni, mert nem, tényleg nem tudom, hogy mire számítsak. Tehát jó, azért úgy tűnik, hogy azért annyira talán mégse nagy a város, mert itt azért ilyen víz van körbe, meg mit tudom én, de... Most nekem azt kellene csinálnom, hogy birtokba kellene vennem ezt a bányát. Ahhoz viszont nem ártana egy kis kíséret, mert szerintem Szilván az kb. Bárhol feltűnhet amúgy. Jó, a dögevők azok teljesen jó helyen vágják a fát, nincs vele semmi baj. Forduljatok csak vissza. Ezeket gyakjuk már le, ha itt vagyunk. Jó, nincs új a nap alatt, de mondjuk Scroll of Town portál az lehet, hogy nem feltétlen hülyeség amúgy, ha van nálunk. Szerintem Szilván az ő simán itt is feltűnhet. Hol voltak még ilyen semleges ellenfelek? Itt a Mana Poolnál, vagy nem tudom, vagy itt. Frostmourne hungers. Jó, hát egyelőre a bányára várunk. Én ezt értem, de mikor foglak tudni megölni? Vagy valami? Jó, hát egy toronynak annyi. Tehát azért ő itt zaklatni fog engem, úgy látom, elég rendesen. Vegyük csak körbe! Nem tudjuk, az a baj. This better be good.
I bow to your will. Jó, nagyjából valahol itt lehetett ez a torony. I gladly obey. I wish only to serve. Tread lightly. The sleeper awakes. Summoning is complete. Még egy tornyot még valahol mindig illene építeni amúgy. Ide mondjuk. Hát 12 000 arany, azért ettől se vagyok elájulva. No one orders me around. Tehát úgy látszik, hogy fel kell készülnünk az ostromra, sajnos. Szilvánasz ide, Szilvánasz oda. Jó, most itt ezeknek is ellátom a baját, mert úgy látszik, hogy ezek úgy nagyon nem reagálnak rá, hogy mi itt mászkálunk. Remélem. Itt mi van, semmi? Frostmourne hungers. Finally. Summoning is complete. At last. Faithless coward. This is more like it. I'll make sure you suffer. Frostmourne hungers. Jó. You will know endless torment. Greater Mona. This is more like it. At last. Meg itt voltak még valami ellenfelek. This is more like it. Your pain shall be legendary. The Lich King. At last. Your pain shall be legendary. Jó, szerencsére nem erősek. Pillanat türelmet kérek ismételtem mindenkitől. Na, sorry mindenkitől, ennek a résznek az lesz a címe, hogy a szétvágott rész, vagy nem tudom, de sajnos ez van. Úgyhogy mindegy, majd lesz valami. Hát nem tudom amúgy. Hogy mit kellene csinálni, megmondom, meg vagyok kicsit illetődve most. Mert a Sylvanasnak amúgy régen ez volt a Sylvanasnak a bázisa. Most meg úgy látszik, hogy neki különálló bázisa nincs is. Hanem csak így jönnek, és akkor... szemétkednek. Amivel egyébként nincs baj, mert legalább van benne kihívás. Csak most már fogy... hát... jó, még azért nem. De már kezdenek fogyni a készletek, az a baj. Úgyhogy én azt mondom, hogy... nem húzom én tovább most már az időt. Beállunk ide a híthoz szépen, mert úgy látszik ezt az aranybányát valamiért békén hagyja, hála a jóistennek. Úgyhogy... nekem Necromancer kell. Kell nekem. De úgy lehet, hogy nem is várom meg a következő. Nem várom meg én a következő rohamát szerintem, hanem így. Ezek az egységek, amik vannak itthon, menjenek el. Ez a néhány pók maradhat a biztonság kedvéért, de meg mondjuk csinálok még hozzá. My life for Nazul.
De most már így megkezdjük, mert... Mert akárhogy nézem, tehát más dolgunk nincsen, egész egyszerűen. Kettes csoport. Hármas csoport. Egyes csoport. Négyes, egy, kettő, három, négy. Menjünk. Jó, így, menjünk. Na, itt van. Then I'll make my stand here, Butcher. Anora la Bellore. Jó, lehet, hogy itt fog az megtörténni, amire számítok az eredeti játékból egyébként. Á, most nézem egyébként, hogy a kameraképnek a... vannak rajta ilyen fénypöttyök, vagy nem is tudom. Mi az? Aha. Na, erre számítottam. Jó, ide menő. After all you've put me through, woman. The last thing I'll give you is the peace of death. Arthas cseppet, geci. You wouldn't dare. Ó, az igen. Fú, de menőn megcsinálták. És most már itt van Sylvanas, ráadásul hősként. Hősként van itt az eredeti játékban, nem hősként volt. Silence, drain life. Életelszívás. Ez az, hogy egy kis területen meggátolja, hogy bárki is varázsoljon. És nem is ilyen spelljei voltak ráadásul. Aha, ez meg csökkenti az ellenfélnek a sebzését. A Silence-re rámegyünk. Jó, hát megkezdjük az inváziót. Én úgy döntöttem, mert... Tehát most már itthon nem leszek zaklatva, mindenki jöhet ide. Tehát itt fognak innentől kezdve gyülekezni a seregek. Mindenki jöhet. Ti is jöhettek. Kezdjük el. Te is gyere, Sylvanas, hogyha már átálltál az oldalunkra. Mindjárt el is hallgattatjuk. És nagyon fontos az, hogy mivel Sylvanas a csapatunkban van, és ő Banshee, ezért gyakorlatilag Arthas létrehozta a Banshee nevezetű kategóriát az élőhalott varázsló egységeken belül, úgyhogy tök jó. Gyarapszunk. És ennyi volt itt az ellenállás? Aha, vannak is már néhányan. Tök jó, ők meg tudják szállni az ellenséges egységeket, tudnak varázslat elleni pajzsot ránk bocsájtani, illetve megátkozzák az ellenfelet, aminek köszönhetően kevesebbet fognak sebezni. Ja, el van barikádozva, akkor nekünk erre kell magunkban menni. A falusiak azok most nem érdekelnek engem. Ti is gyertek. Rune of Healing, Sylvanas, vedd csak fel. Légy okos. Így. Jó, nagyobb ellenállásra számítottam ezektől is. Aha. Hol vagy? Hallgattasd csak el. Így. Szívd ki az életerejét neki.
Valaki vegye fel. Aha, hát azért nekik itt vannak ilyen gólemek, meg mit tudom én, de... Legyen ez kettes szintű. Most itt azért állítom meg, mert akkor nekem van egy olyan gyanúm, hogy itt őt ebbe az egyetlen egy pályába beadta hősnek, akkor egyébként lehet, hogy elképzelhető az, hogy változtattak annyit a kampányon, hogy egész végig velünk marad. Az élő-halott kampánynak a legutolsó térképéig, mert az igen vagány lenne. Ezért mondom, hogy lehet színni a játékot egyébként, de igenis változtattak rajta szerintem annyit, hogy legalább egyszer érdemes végigjátszani. Jó, ti lesztek a hatos egység. Ugye? Az a baj, már olyan sok számozott egységem van, sajnos, hogy egyre nehezebb őket irányításom alá vonni. Ja, igen, mert hogyha ezt itt nem kerültem volna meg, amúgy akkor nem tudom, hogy mi lett volna. Lehet, hogy nagyon csúnyán megsebez, vagy valami. Aha, és itt még mindig van, tehát még mindig nem olyan egyszerű a sztori. Ja, meg ezek is itt vannak még. Hát nem tudom, hogy ezeket... Na, erre nem számítottam mondjuk. Megmondom őszintén, de már nem foglalkozok vele. Nem akartam én őket elhívni, de jó, menjetek haza, ha tudtok. Hol vannak a Banshee-k? Élnek még? A Sylvanasra is nyomjál egyet, meg Arthasra is nyomjál egyet, így van. Ezek a varázslatok itt még mindig fennállnak. Jó, hát ezt már valószínűleg itt lerombolják majd. És akkor úgy néz ki, hogy még mindig nem adták fel, tehát azért... Aha, nem hát. Silver Moon-nak egyébként nagyon nem ilyen volt az elrendezése az eredeti játékban. Meg mondom, ez hatalmas húzás, hogy Sylvanasból itt hőst csináltak. És én gyanítom, hogy a következő pályára is ugyanúgy jön velünk. Legalábbis én remélem, mert jó lenne. Nagyon jó lenne, ha jönne velünk. Kövi pályára is. Hol vannak a fókok? És ti még mindig itt vagytok, hozzá nincs is baj.
Mondjuk ez nem tudom, mikor szűnik meg itt a kapukba ez a varázslat, vagy mi ez. Ez vajon mi? Ez mi? Mi van akkor, hogy ezt szétverem? Jó, Sylvanasnál van hely. Én nagyon remélem, hogy ő most végig velünk marad amúgy. Mert ez nagyon menő lenne. Hát azt a kikötőt elérem vajon az ostromgépekkel? Illene. Ja, jó lesz. Jó, hát meg itt hagytam nekik két farmot, az annyira nem számít. Jó. És akkor most, hogy nyugi van. Minden egyes elérhető pók jöjjön ide. Ti lesztek a kettes csapat. Arthas Sylvanas. Nem. Hol van ez a nagyon kevés életes? Itt van. Frostmourne hungers. Make your choice. No one orders me around. Banshee-hez még kicsit szeretnék toborozni. Így. Ostromgép se ártana még, vagy kettő. Tudom, hogy az aranybányánk már megsemmisült, de... Te is jöhetsz ide a pókokhoz. Így. Ti lesztek a kettes brigád. Ti lesztek a hármas brigád. Ti lesztek a négyes. Ti meg az egyes. Menjünk amúgy, mert... Nem várom meg azt még. Nem várom meg azt még, ez rengeteg egységet leképezi, mert... Hoppa! What is it now? The dead shall serve. Let my cry. No one orders me around. No one orders me around. Your choice. The restless dead awaits. What is it now? Uh-huh. Speak, fool. Hoppa. This tragedy. Aha, ez a királyuk. Ez Keltasznak az apja. És cseppet erős amúgy. Sylvan ezt majdnem el is intézi. Aha, és elmegy. Aha, a Necron szerek azok részt se vettek a csatába. Aha, és akkor most vajon mi van? Így? Hova kell tovább menni? Ide hogy kell átjönni? Itt át tudok jönni, vajon?
történik valami. Fú. Ja nem, csak átlátszó a kamerám, az annyira nem baj mondjuk. Hoppá! Azért régen ilyet tarthatsz, nem tudott a Frostmourne-nal. Az igen. Még hogy nem jó ez a játék, nekem rohadtul tetszik. Jó, nem kell ide senki most. Jó. Így, tehát azért valami történjen. Oké, kész vagyunk. Megmondom őszintén, hogy kicsit meg voltam illetődve, mert régen nem ilyen volt ez a térkép. De kész. But you have stubbornly refused. Know that today, your entire race and your ancient heritage will end. Death itself has come to claim the high home of the elves. Ennyi. Now arise, Kel'Thuzad, and serve the Lich King once again. As promised, the Lich King has granted me eternal life. Így van. I've upheld my end of the bargain, Lich. Are you ready to tell me about the Dreadlords now? Certainly, but not here. They have eyes and ears everywhere. We'll talk where it's safe. Így van, és Kel'Thuzadból pedig egy erős Lich lett. Na, hát ezt a térképet is megnyertük. Megmondom őszintén, azért ebben már voltak meglepetések. Nem is kevés. Úgyhogy, ja, tetszett. Tetszett. Egyre jobban elnyeri a játék a tetszésemet amúgy. Na, hát én köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte a videót. Iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben tetszett. Nyomjatok egy lájkot a videóra. Illetve írjátok le észrevételjéteket, illetve véleményeiteket a komment szekcióban. Találkozunk a következő részben, én Peti voltam, sziasztok!